Szevasz, öcskös. Na, hogy érzed magad? Mint akit meglőttek. És emlékszel, mi történt? Nem. Monika nővér azt mondta, hogy... Jaj, hogy lelőttek, és hogy a többit te majd közlöd. Képzeld, Kolozsnak nagyon nem teszed, hogy visszavettük a központi raktárt. Ezért úgy gondolta, ha a nyílt utcán végez veled, minden problémája megoldódik. Nem kicsit tévedett. Persze, mert nem patkoltam el. Ja, valószínűleg ennek sem örül. De szerintem Kolozsi urat egy emelettel följebb per pillanat jobban aggasztja, hogy épp az emberiség jövőjéért áldozza fel az életét. Tudod, nem az a humánus alkat. Micsoda? Hát Kiskovácsik volt olyan aranyos, és elkapta nekem a rohadékot, én meg beoltottam egy halálos vírussal. Így két legyet ütünk egy csapással. Likvidáljuk Kolozsit. És a szervezetéből nyert antitestek segítségével előállíthatjuk az ellenszert. Ebből az egészben most csak annyit fogtam föl, hogy Kolozsi elpatkolja, én meg életben maradok valószínűleg. Kell lennél több. Milyen vírus? Ja, semmi különös. Amíg kómában voltál, előbb mutálódott, aztán kiszabadult egy a kórházi laborban kísérleti célokból vizsgált afrikai vírus, gyors és agresszív. Eddig 10 fertőzötteknek 2 meghaltak. A kórház karantén alatt van. Ó, te jó ég. Meddig voltam kómában? Kicsivel több, mint egy napot. Arra Isten. És Barbie-val mi van? A vaságban van Kartossal és Bettivel. Hála Istennek, akkor ők legalább biztonságban vannak. Hát azért ezt így nem mondanám. Ugyanis egy idióta barom miatt, aki kiszökött a karanténból, a vírus kijutott a kórházból, úgyhogy gyakorlatilag bárki lehet vírushordozó. De az utolsó infóim szerint Barbara tesztje negatív lett. Hogy van a beteg? Most egész nyugodt, de az értékei nem túl jók. Eléggé előre haladott állapotban van. Kérem az anesztopót. Kiugróan magas a limfocita és a bilirubin. Kolozsi Pál? Ez a beteg itt Kolozsi Pál? Igen, a Lázlap szerint. És Fehér doktor pont rajta kezdett el kísérletezni? Nem kapott lassítót, hogy több antitestet termeljen. Tudok róla, de azért szólhattak volna, hogy itt van Kolozsi Pál. Ne haragudj a főorvos úr, nem tudtam, hogy szólnom kellett volna. Jó, nem a maga hibája, de ezért egy-két szavam lesz majd Fehér doktor úrhoz. Nagyon rosszul van, szegény. Meglepően gyorsan terjed a vírus a szervezetébe. Nem azért, mert nem kapott lassítót. Hát önmagában ez még nem magyarázat. Remélem, szigeti doktorék jutnak valamire az antitestekkel. Igen, most rajtuk a város szeme. A főorvosú lányai hogy vannak? Van hír róluk? Egyelőre jól vannak. De bent ragadtak a macsekban, és hát ki tudja, mikor fogják meg ugyanazt a poharat, vagy ugyanazt a széket, amit Korondi. Sajnálom, nem lehet könnyű. Az én családom szerencsére Szegeden él. Ne haragudjon, nem is mondtam, hogy mennyire nagyra értékelem, hogy önként jelentkezett ide a fertőző részlegre. Ez nagyon nagy segítség. Magához tért. Ha valamit mondani akar, adja csak ide azt a papírt, meg a tollat. Próbálja meg ide leírni. El tudja olvasni? Fehér doktor, az biztos, de hogy ez itt mi vagy, nyú vagy? Értetem. Fehér doktornak el kellett menni az egyik betegéhez, de nem sokára jön vissza. Sajnos én sem tudom elolvasni. Na, már itt is van a doktor úr. Meg tudhatnám, hogy miért nem mondtad el, hogy itt van az osztályon Kolozsi? Mert kellett volna. Te tudod, ki az az ember? Ő sem voltam, meg Füredi Attila. És Rolandot is belekevert abba a pénzmosási ügybe. Tisztában vagyok vele, de ne haragudj, nem értem, hogy jön ez ide. Teljesen mindez, hogy mit követett el. Ő most ugyanolyan beteg, mint a többiek. Vagy te ezt nem így gondolod? De természetesen nem. Azért örültem volna, hogyha tudom, hogy itt van. Egyébként valamit mondani akart róla, csak nem nagyon értettük. Úgy tűnik, szerette volna tudni, hogy hol vagyok. Hát úgyis a kezelőorvosa lennék, vagy mi ez, de most már megnyugodhat, mert nem megyek sehová. Átveszem a beteget. Na jó, megyek, megnézem, mi a helyzet a laborban. Mónika, jöjjön, hát ha ott hasznunkat veszik.
Szóval, mit is akartál kérdezni? Csupa fül vagyok. Vagy inkább leírod? Nincs, nincs. Spájzolok tőled egy kis vért, de nem gond. Neked már úgy sem kell sokáig. Úgy van, jól mondod, nem? Eddig gyalázatosan kevés antitestet produkáltál. Úgyhogy kapd össze magad, mert így teljesen értelmetlen rádozott föl magad a tudomány oltárán. Teljesen biztos. De fehér, fehér Roland halálával, fehér klánnak is vége. Fehér Roland halálával? Lehet, hogy a nagy izgalomban nem figyeltél rám rendesen. Jó Istenkém! Hát ez nyomaszt ennyire, miért nem mondtad előbb? Kolozsi úr az egészségi állapotod miatt aggódik. Beszélsz vele? Nagyon szívesen. Adom. Üdvözlöm, Kolozsi úr. Nagyon kedves, hogy érdeklődik. Köszönöm, jól vagyok. Sajnálattal hallom, hogy ezt nem mondhatja magáról. Szép volt, öcskös. Megadtad neki a kegyelendöfést. Most már senki nem állhat a fehér klán útjába. Később medált nézel? Ünnepelni. Kis pesgő az infúzióba, ilyesmi. Persze. Ki nem hagynám. Jó, szia.